És ön szerint mondjuk annak az elégedetlenségnek, aminek az a következménye, hogy például csökkent a Fidesznek a népszerűség, annak nincs alapja? Nincs alapja. Demonstrálni kell, hogy a nemzeti oldal, a Fidesz-KDNP párt szervezet tulajdonképpen a helyes irányt képviseli, és ezt nekünk meg kell mutatni. Miért tettünk el, hogy a civilek mi is összefogjunk, és a hazánkért tegyünk valamit. Ez így konkrétan hogy néz ki? Így, ahogy látja, jövünk. Ez a hazáértevés? Azért van szükség, hogy azok a nemzeti érzelmű emberek, akik tulajdonképpen az elmúlt évek munkáját úgy érzik, hogy az jó irányba ment, próbálják egy kicsikét így ilyen kisebb összejövetelekkel is demonstrálni, hogy ezt folytatni kell. Ön szerint mi lehet az oka a Fidesz népszerűség vesztésének? Hát nézzel, mindenbe előfordulhatnak kisebb hibák, és lehet, hogy ez közel játszik, de ez nem jelenti azt, hogy a fő irányvonal az nem jó. De ezt miért nem látja az emberek többséget? Tehát miért vesztett majdnem 1 millió szavazót a Fidesz, ha ez ilyen magától értetődő? Nézze, ez egy kimondott statisztika, de ez nem biztos, hogy így van. A Fidesz eléggé simán nyert, ugye egészen mondjuk tavaly. Jaj, mi nem politizálunk, most ne haragudjon, mi a civil összefogással jöttünk, mi most... Tehát ez arról szól, a felhívásban az volt, hogy itt a Fideszt kell támogatni, akkor ez most nem politikai rendezvény? Mi a civil összefogással jövünk az ő rendezvényükre. Hatalmas gyűlölet van a Fidesz-KDNP ellen, ami nem megalapozott, és az demonstrálni kell, hogy egy békés, nyugodt tömeg az, aki mellettük áll. Jöjjön be, aztán meglátja. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Miért van szükség? A HVG.hu-nak nem nyilat. Miért nem? Azért nem emelhetem magukat. Miért nem? Mert utálom magukat azért. We can't play this game anymore, but can we still be friends? I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. Csodálatos érzés, hogy itt teltház előtt elmondhatjuk, amit én civilitikának nevezek, és nem politikának, és gazdaságnak, azt a véleményünket, amely a jelenlegi ország helyzetét jelenti. Az MSZP-nek 2 milliárd, a csődbe ment SZDSZ-nek közel 1 milliárd forint az adóssága. Nem véletlen, hogy dől a pénz a külföldi elbarátoktól. A neoliberalizmus júdáspénzekkel támogató Soros, Clinton alapítványok, a norvég civil alap gondoskodik az olyan ellenzéki éhezőkről, mint Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Simon Gábor, Hagyó Miklós, Molnár Gyula, Szigetvári Viktor és Juhász Péter, valamint társai. A kormányzás sikerekben bővelkedik. A keményen dolgozó magyar embereknek a nyugati szakmai körök szerint is jó kormánya van, nem véletlen a tegnapi Standard & Poor's hitelfelminősítése. Azért jöttünk itt össze, hogy egyrészt beszéljünk arról, hogy mi mellett állunk ki, a másik pedig, hogy meghallgassuk Bajer Zsoltot. It's not unusual to see me cry. Unorthodox gazdaságpolitika,
és illiberális demokrácia. Ez ugyanazt jelenti, mint a József Attilai, ami van széthull darabokra. Ha valami fenntarthatatlan, akkor nyilvánvaló, hogy helyette valami egyebet kell kitalálni, és valami egyebet kell csinálni. Sok minden érthetetlen lett, és sok mindenben elbizonytalanodtunk. Mi, a legelkötelezettebb Fidesz szavazó sok-sok mindenre nem találja a választ, és oda lett az a körülbelül, hát nem is tudom, tavaly ősszel még mindenképpen meglévő önbizalom, amelytől duzzadt a polgári közösség, és amelyre persze minden alapja meg is volt. Csak ilyen mondva csinált gyűlöletkeltés az alapjosanulás. Tehát akkor mondjuk például a vasárnapi boltbezárás, hát internetadó, nincs internetadó, nem is lesz internetadó. Tavaly októberben kezdődött minden ezzel a bizonyos internetadóval. Ha megkérdezte volna engem, én óva intettem volna mindenkit az internetadótól. Vasárnapi boltbezárás meg olyan részletkérdés az ország felemelkedése mellett, hogy az szinte... Tavaly október óta csak kapkodjuk a fejünket, hogy mégis mi történik itt körülöttük. És ebben a fejünk kapkodásában bizony nem csak az ellenzék, nem csak az ellenzéknek a sajtója, nem csak az internetes honlapok munkája, hanem saját hibáink is vastagok benne van. Mondjuk ki most, négy szem közt egymásnak. Bár holnap az ég egyet a világon mindenhol elolvashatja, hogy Bayer Zsolt ostorozta a kormányt. Mit tippel a választás kimenetére, ki fog győzni? Hát ezt nem tudom megmondani. Erre nem tudom tippelni. Akkor mondjuk, én bízok abban, hogy az embereknek a belátó képessége olyan, hogy belátják azt, hogy ez az irány az, ami kivezeti az országot abból a helyzetben, amiben 2010-ig jutottunk.